A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Ha követik, kedves nézőink, a műsorainkat, akkor láthatják, hogy néha-néha ebben a székben más is szokott műsort vezetni. Így volt ez az előző adásban, amikor Tornyai Gábor atya vezette a műsort, de most helyreállt a rend, és most én ülök itt, és ismét három csodálatos vendéget hívtam. Remélem, hogy egy nagyon hasznos és értékes beszélgetésnek lehetnek majd tanúi. Én azt gondolom, hogy ez így lesz. Úgyhogy be is mutatnám vendégeimet. Itt van velünk Fraller Ildikó, pedagógus, mondhatjuk így, és hát még más titulusok is vannak, de akkor ezt majd még megbeszéljük. Üdvözlök én is mindenkit! Örülök, hogy itt vagy. Itt van velünk Bokros Judit, költő, újságíró. Köszönöm, hogy eljöttél, és végre beszélgethetünk egyet. Én is köszönöm, és én is üdvözlök mindenkit. És itt van velünk Ferenci Noémi, pedagógus, író, rendező. Nagyon örülök, hogy te is itt vagy velünk, és beszélgethetünk egy jót. Köszönöm szépen a meghívást. Azt felejtettem el csak a felvezetőm elején mondani, mert egy kicsit így megterveztem, de aztán ez ilyenkor néha elmúlik, hogy hát író, olvasó, tanító hölgyekről van szó, ugye itt a mai műsorban, és nagyon örülök, hogy ti azért valamilyen szinten kapcsolódtok egymáshoz, ismeritek egymást, és azért is mondtam azt, hogy értékes az, amiről most majd hallhatnak a nézők, mert tényleg ti próbáltok értéket adni a fiataloknak elsősorban, de szerintem úgy általában mindenkinek, és amit ti magatok csináltok, az is nagyon értékes munka, úgyhogy erről fogunk egy picit beszélgetni. Én azt szeretném, hogy az elején beszéljük meg azt, hogy mi az, amit nektek az irodalom ad. Ez a legfontosabb szerintem, hogy mi az, ami... Mert ugye ez az egyik legfontosabb kapcsolódási pont hármatok között, hogy mi az, amit nektek ad? Miért kezdtetek ezzel foglalkozni? Még nem megyünk bele életutakba, csak egy kicsit erről beszéljünk, hogy miért fontos ez nektek. Ildi? Én egészen kicsi koromban abszolút könyvmániás voltam, úgyhogy nálam ez valahol ott kezdődött, hogy a szüleimtől, a családomban megszoktam azt, hogy könyvek vesznek körül, folyamatosan olvastunk. És akkor hát valahogy úgy képzeljétek el, hogy a kisvárosban születtem, ott is jártam iskolába, Sümegen, és a helyi könyvtárba lovagoltam el időnként, hazavittem egy nagy táskányi könyvet, aztán volt, hogy 2-3 nap múlva visszamentem, és mindet el szoktam olvasni, tehát itt ez egy ilyen fajta megfertőződés volt, és nagy szerepe volt benne a családomon kívül a tanítóimnak, meg a tanáraimnak, akik egy olyan alapot, meg lelkesedést, meg vonzódást tudtak belém plantálni, ami aztán megmaradt. És akkor innen jött a motiváció, hogy ezt szeretném én is. Tehát tulajdonképpen nekem a hobbim vált egy picit, vagy a legkedvesebb szabadidős elfoglaltságom vált egy picit a hivatásommá. Uh-huh. És ma mit jelent? Ma? Szerteágazóbb, mert hát nyilván arra rá kellett jönnöm, hogy oké, ami kiskoromban diákként kitette az életemet, nyilván egyetemista koromban is a fő időtöltés az olvasás volt. Ilyen vagy olyan irodalomé. Meg nyilván ehhez hozzájött az írásbeliség, vagy szóbeliség, bármi, de aztán rájöttem, hogy ez valójában egy eszköz. Úgyhogy ezt az eszközt próbálom használni, vagy nem is tudom, de ez nem mindig tudatos persze, hanem valamikor egyszerűen csak rám talál, hogy jó, én tanár vagyok, végzettségem szerint irodalmat, nyelvtant tudok tanítani középiskolában, de tanítottam már általános iskolában is, és hogy ez annyi mindenre jó egyébként, de van, hogy én lelkesülök be, hogy jó, akkor legyen egy színpad, legyen valamiféle tévéműsor, vagy rádióadás, vagy rádiózás, stb. De van egyébként olyan is, amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, nem lenne kedved megszólítani gyerekeket azzal, hogy olvassatok? Tehát így kell elképzelni. Tehát ez most már egy picit szerteágazóbb. De jelen van. Legkevésbé az van jelen, ahonnan ez indult, a szabadidős olvasás. Uh-huh. De dolgozom rajta, hogy ezt, ehhez visszataláljak. Uh-huh. Judit, neked van egy elég erős családindítatás, bocsánat, hogy szóltam. Igen, de van valóban. Tehát ez viszonylag sokszor szóba került.
meg akik ismernek azért, meg a családomat, ők tudják, hogy apukám volt magyar tanár nálunk a családban, illetve anyukám is, csak ő biológia-kémia tanár volt. Apukám magyar történelmet tanított, ott, ahol most a Noémi is tanít, csak akkor még József Attila Gimnáziumnak hívták. És nyilván kettőjüknek rengeteg könyve volt otthon, úgyhogy engem is ez a környezet vett körül, mint szerintem itt így körülbelül mindannyiunkat. És egyrészt ez, hogy én is nagyon szerettem olvasni, és hát a apukámhoz ugye nem ez volt az elsődleges kapocs, hanem az apaság, mint a szülő, de persze ő is olvasott nekem biztosan meséket, meg mondatott velem verseket, ilyesmiket. Tehát ilyen formán már akkor is elkezdhettem érezni ennek az irodalomnak, a mesének, a szövegnek a fontosságát. És amit meg mára jelent, azt tulajdonképpen a Ildihez kapcsolódnék itt az eszköz szóval, ami kicsit ilyen ridegnek hat talán egy ilyen fogalom kapcsán, mint az irodalom, de hogy mégis egy olyan eszköz, ami egy nagyon barátságos eszköz lehet ahhoz, hogy eljussunk másokhoz, vagy egy út, igen, és hogy még rengeteg kapcsolati háló kialakulása. Tehát már itt így, ahogy ülünk, amire utaltál is, hogy ahogy mi megismertük egymást, vagy ahogy most tartjuk a kapcsolatot, amilyen események vagy programok kapcsán, vagy témák kapcsán találkozunk, vagy beszélünk, annak is általában a kiinduló pontja valami irodalmi ügy. Noémi? Hát, hogyha a családnál kezdtétek, akkor kezdem én is ott, hogy hagyományosan ugye a mi családunkban mindenki könyvvásárló volt. Nem azt mondom, hogy könyvolvasó, mert hát helyek közel olvastuk is azt, ami ott volt a polcon, de hát főleg édesanyám ilyen könyvfelhalmozó volt, ahogy megjelent valami a piacon, azonnal hazahurcolta, és hát főleg édesapám olvasott nagyon sokat, illetve hát én a családban. Engem minden érdekelt, egy ilyen időbeliség nálam is van nyilván, először gyermekként leginkább a történetek vonzottak, és aztán lassan ugye felismertem, volt ez az aha élményem, hogy az irodalom az egy tükör, az jó arra, hogy saját magamat megismerjem. És aztán az irodalomnak az ilyen, hogy úgy mondjam, vájtabb tartományai egyre jobban elragadtak, amihez kellett egy olyan belső hallás, vagy ami egy kicsit tömörebben tartalmazott nagyon sok információt, és itt most az információt nyilván nem úgy értem, hogy olyasmi, amit az IQ-nkkal fogunk fel, hanem sokkal inkább, ami az érzelmeinkre hat, hogy egyre inkább rá tudtam hangolódni az ilyen sűrített üzenetekre, amik az irodalmon keresztül érkeznek. És aztán egy idő után olyan nagyon magától értetődő volt, hogy merre van a menekülési útvonalam, mert hogy a szüleim nekem az orvosi pályát szánták, és én tudtam, hogy én nem egy született orvos vagyok, viszont mivel imádtam olvasni, azt mondtam, hogy rendben, hát akkor valami, ami az irodalommal kapcsolatos, így lettem magyar-német szakos tanár, és hát, hogy úgy mondjam, ilyen tekintetben nem változott a véleményem, vagy a kapcsolatom az irodalommal, hogy még mindig ezt tartom a legértékesebbnek, amikor ezek a lélek sűrítmények valahogy átjönnek időn és téren keresztül, és eltalálnak engem, vagy a tanítványaimat, és ma is a mai legértékesebb pillanatom az volt, amikor egy Dzsida verset olvastam föl, és látom, hogy egy tekintetben úgy valami megakad, és tudom, hogy Dzsida akadt meg. És ez nekem nagyon, nagyon jó, mert ettől vagyunk emberek, úgy gondolom. Például az irodalomtól vagyunk emberek. Ez megkülönböztet minket a teremtés összes többi részétől, vagy számomra ismert részétől. És ez egy jó dolog, egyszerűen. Beszéltünk, ugye most már itt említettük többször is, hogy kapcsolódtok egymáshoz. Milyen módon, hogyan meséltek egy picit erről? Meg arról is, hogy mindannyian attól függetlenül, ugye, hogy olvasó emberek vagytok, és nagyon szeretitek az irodalmat, azért írtok is. Így vagy úgy. Judit, mesélsz hát erről? Még annyit az előzőhöz, hogy apukám ugye tanár és költő is volt, tehát még ez a plusz, hogy ugye olvasás és írás is
megjelent nála, tehát ő ezzel is foglalkozott, és hát a kapcsolódás, hát Noémivel, már nem is tudom, hogy mikor találkoztam először, még a Ciszterben, talán valami interjú kapcsán, nem tudom. Igen, valamikor nagyon régen lehetett. És aztán megtudtam, hogy Fehér Holló diák színpadot ő vezeti, elmentem a Fehér Holló előadására, nagyon tetszett, és aztán meg úgy kirajzolódott előttem egy hasonló tanárszemélyiség, mint apukám, talán ezt mondhatom. Apukám is egyébként írt annak idején például olyan kis humoros darabot, amit ott a tanárokkal előadtak. Most nem üt eszembe a neve, de ezt már legendásan emlegetik az ő volt kollégái. És hogy a Noémi is például ugye ír is, neki is jelent meg verses kötete, olyan csöndesen, de megjelent, és vezeti ezt a diák színpadot, amellett tanít, tehát hogy ez nekem nagyon, nagyon szimpatikus volt, és többször beszélgettünk már, mind akár így személyesebben, mind tulajdonképpen én interjú szituációban. Az Ildit meg szerintem szintén valahogy sajtós események kapcsán. Ként ismerkedtünk igen. meg szerintem, de... És, igen, és aztán most meg már... Most, aztán, és aztán az Ildi kitalált egy nagyon jó dolgot, a rokkát, amiben ja. meg bevont, ez, hogy az volt az elképzelésed, hogy ezt mondd el, te légy szíves, mert ez nagyon jó ötlet volt, hogy összeülünk néha egy ilyen kis körben, és akkor irodalomról beszélgetünk, és onnan indult a mi ismeretségünk, ami aztán meg tovább igen. kunkorodott egészen odáig, hogy augusztusban te voltál az irodalmi estünk moderátora. Hát tényleg sajtóesemények kapcsán ismerkedtünk meg, és akkor elég gyorsan lejött nekem, hogy a Judit is. Juditnak is van köze az irodalomhoz, meg hát többet beszélgettünk, mint ahogy ilyenkor szokás. Tehát itt kezdődött valahol, hogy kölcsönös szimpátia alakult, és én a saját lelkemnek a megmentésére, vagy hogy mondjam, tehát így leápolgatására inkább így, mert megmenteni nem kellett, kitaláltam, hogy olyan jó lenne néha emberekkel beszélgetni irodalmi szövegekről, ami nem kell feltétlen, hogy olyan nagyon mély szövegek legyenek, meg hosszúak, meg egyebek, hogy mint ahogy a rokkában a szál szépen kialakul, hogy így fejtsük fel szövegeknek a szálait, és akkor így teljesen ötletszerűen néhány hozzám közel álló, de nem, mi nem feltétlenül kapcsolódtunk mindannyian össze, meghívtam embereket, hogy üljünk le, beszélgessünk, valami teljesen olyan helyen, ami rajtunk kívül áll, tehát leültünk egy limonádé, vagy akármicsoda mellé, és akkor ott egy darab szöveggel töltöttük az időt, vagy pedig olyan is volt, hogy mindannyian vittünk, és aztán, vagy volt egy motivum, amire ráhúztunk. Tehát ez egy jó darabig ment, és sajnos a pandémia ennek aztán így gátat vetett, de egyébként előkerült nem olyan régen, a fejemben mocorgott egy gyerekeknek indított olvasóklub kapcsán, hogy úristen, lehet, hogy nem is annyira a gyerekeknek lenne szüksége rá, hogy olvasás közelbe legyenek, vagy még közelebb az olvasás élményekhez, hanem inkább a felnőtteknek, mert mi szakítunk kicsit kevesebb időt, vagy nehezebben időt arra, hogy olvasgassunk. És akkor jött a Judit kötetének a bemutatója, és valóban engem nagyon megmozdított, és nem feltétlenül azért, mert közel állunk egymáshoz, de biztosan van köze hozzá, hogy nem véletlenül indítanak el benned valamit egy versnek a sorai, szavai, nem csak azért, mert egy nő írja, nem csak azért, mert korban hozzád közelen, hanem mert van annak valami olyan ritmusa, valami olyan, ami tényleg megfoghatatlan, amitől művészet a művészet. Hogy én konkrétan megtámadtam Juditot, miután a hivatalos kötet bemutató lezajlott, hogy én is úgy szeretnék beszélgetni veled erről a kötetről, meg másokkal is. Na jó, persze ez nem így volt, nem így konkrétan támadás, de... Nem, de igen, így indult az, hogy aztán nyáron tényleg le tudtunk ülni Német Orséknek a kertjében, ami egy ragyogó civil kezdeményezés volt, és ott több tízen
hallgatták, és többen is beszélgetünk, úgyhogy klassz volt. Igen, ezek kapcsolódások. Egyébként tényleg Judit az, aki így hármunkat összeköt, bár reflektálva arra, hogy Noémi, én is a ciszteres versmondók kapcsán ismerem, ugyanis a versünnepet szinte kezdetektől végigkövetem volt, hogy nekem is volt tanítványom, aki indult, és iszonyú jó volt. Tehát azok a versünnepek, amiben én, mint felkészítő tanár is részt vehettem, azok nagyon mozgatott, legalább annyira szerintem, mint a gyerekeket, és akkor ott minden alkalommal elhangzott, hogy felkészítő tanár, és akkor tényleg ilyen kikerülhetetlen, ahol vannak bázisok valóban, nem csak olvassák verseket, hanem mondják, és az szerintem egy nagyon jó dolog, az is egy olvasat, nem? Hogy... Igen, és hogy erre kapcsolódjam. Most éppen volt egy Filter című esténk, ahol összehoztam pár ilyen versünnepes fiatalt, meg már régebb óta fiatalt, akik már dolgoznak itt ott Szegeden, Pesten, mert hogy már elvégezték az egyetemet, de valaha versünnepesek voltak, hogy mi lenne, hogyha összedobnánk a Magyar Kultúra napja alkalmából egy ilyen versműsor. Tudom, hogy ez ilyen nagyon retro dolog, hogy verseket mondani, meg közben még zenélgetni, de egyrészt ugrottak a javaslatra, másrészt hihetetlenül sokan jöttek össze, tehát gyönyörű közönségünk volt, és értő közönségünk, akiknek a másfél óra vers és zene, az egy hihetetlen feltöltődést jelentett, és így mentek haza. De előtte még így oda rökködtek hozzám, hogy köszönik szépen, és mikor lesz a következő. Szóval, hogy azért nem annyira hanvába hott próbálkozások ezek, úgy gondolom, hogy van erre igény, és igen, lehet erre igényt támasztani, és hát kitámasztana más igényt, mint az, aki maga is meg van ezzel fertőzve, vagy úgy gondolja, hogy itt értékek vannak, amiket kár lenne veszendőbe menni, hagyni. Bocsánat, szabad ne feled, csak egyébként ezek a régi, vagy régebbi versmondó diákjaid bölcsészpályán, humánpályán? Nem. Remélem, ezt most nagyon sokan hallják. Én is nagyon remélem, és nem színi, és nem egyáltalán nem. Nem lettek előadó művészek, bár bízom benne, hogy valamit hozzátett a személyiségükhöz az, hogy verseket mondtak. Ilyen tekintetben is, mert abban biztos vagyok, hogy a személyiséghez rengeteget hozzátesz az az út, amit bejárunk együtt a verssel. Tehát, hogy ezek ilyen coaching alkalmak, most ez divatos mondani, azt hiszem, úgyhogy akkor ezt a szót használom, hogy ez tényleg ilyen személyiségfejlesztő folyamat, és hogy minél több időt szánunk erre, meg minél több energiát, annál többet lehet ebből nyerni. És a ti írásaitok, azok hogy jöttek az életetekbe? Nyilván az, mondjuk, hogy újságírók vagytok például ti ketten, az ad egy alapot ennek, de hát azért mindenféle szövegeket írni azért nem egy egyszerű dolog, ahhoz is kell tudni elég sok mindent. A verseket is megírni, hát nem tudom. Én nekem voltak próbálkozásaim egyébként, és nagyon sajnálom, hogy elkeveredett, még gyerekkoromban hozzáteszem, azóta nem próbálkoztam bele, de nagyon jó kis versek voltak, és valahova eltűntek, és nem tudom, ilyenkor lehet, hogy 10 éves korommal annyira nem érdekelt, és most valahogy úgy elővenném, és megnézném, hogy na mi volt ez, és miért jött, és honnan jött. Nektek ez honnan? Honnan jön az indítatás, mikor kezdtétek egyébként, nálad is már van ilyen, meg hát a rendezés az egy külön műfaj. Szokták mondani, hogy költő az, aki nem hagyja abba. Úgyhogy most akkor te így jártál, hogy abba hagytad, szóval már nem lettél költő, de még lehetsz, hogyha egyszer felveszed a fonalat. Hát én nem hagytam abba, aztán ilyen egyszerű volt az egész az írással. Különben én is újságíróként kezdtem, azt elmondanám. Na jó, nem olyan igazi újságíróként, de egyetemista koromban több lapnak írtam, leginkább színi kritikákat, illetve recenziókat. Ezt élveztem is, ma már úgy érzem, hogy kevésbé van erre igényem, mert biztos megtalálnám a fórumokat rá. Írni pedig szakaszonként írok, teljesen különböző műfajokban, és teljesen váratlanul jön nekem, hogy miért írnék, vagy miről írnék.
A rendezés az pedig szintén egy ilyen dolog, hogy nem emlékszem arra a korra, amikor nem rendeztem, tehát hogy nekem ez olyan messzire megy vissza, és még Judithoz annyit szeretnék mondani, hogy én viszont arra emlékszem, amikor ő még nem írt. És emlékszem arra a tekintetre, amiben már lehet, hogy ő akkor már írt, de még nem állt ki a közönség elé. Nekem az nagyon megmaradt, hogy minthogyha arra várt volna, hogy mikor jön el az ő pillanata. Volt ilyen, vagy csak én képzelem? Nem, hát így nem vártam. Tehát nem gondolkodtam abban, hogy most én mindenáron azon a szándékkal írnék verset, vagy bármit, hogy ez közönség elé kerüljön, vagy mások is megismerjék. De hát valahol azért talán, aki ír, azt mégiscsak ez a szándék mozgatja, hogy elérni másokhoz azzal, amit ő gondol, vagy érez bármiről is. És ez lehet, hogy ott volt. De nem, annyira nem volt ez tudatos igazából. Talán az elmúlt években vált azzá. És ebben voltak jó példáim, mondjuk például te is, most azon túl, amit ugye apukám révén láttam, vagy amit a körülöttem lévő sok, azért több mai költő kapcsán látok, de az is, hogy mondjuk láttam, hogy lehet tanárként is így, ahogy apukám is amellett, de a párom ugyanígy van ezzel, hogy ő is költő, de mondjuk ez a költő, nekem ez még nagyon, hogy mondjam, tehát ezen gondolkodtam, amikor ezt így elkezdték leírni, vagy használni velem kapcsolatban, hogy hát én Pilinszky János neveztem költőnek, meg hát így tanuljuk az iskolában, szóval, hogy ez nem lehet ugyanaz a minőség, akkor most én költő vagyok, nem vagyok, de hogy aztán elkezdtem gondolkodni, hogy a közösségben, hogy hívjuk. Akkor versíró ember vagyok, mi vagyok, aztán úgy elengedtem ezt, hogyha a költő, aki annak gondol, annak hív. Igen, pont azt akartam mondani, hogy volt egyszer egy interjú egy színésznővel, és akkor mondták neki, hogy színművész, meg Jászai Mari Díjas is azt mondta, hogy hát hogyha engem annak nevez, hogy ezt ő hogy kezelés? Hát hogyha engem annak neveznek, akkor jó, de én nem nevezem magam se, hogy úgyhogy szerintem benned valami hasonló működik, hogy ockodsz tőle. Igen. De hát ha költőnek neveznek, akkor az vagy. Verseket írni. És hol jött el a fordulópont nálad, hogy azt mondod, hogy most az elmúlt néhány évben eljött az az igény, hogy akkor ezt másoknak is megmutasd? Hát ott, hogy... Nekem is vannak ilyen tizenéves kori írásaim, mint szerintem mindannyiunknak. Aztán én is abba hagytam. De valahogy ez így előjött, olyan 30, nem is tudom, 7-8 éves korom körül. Hát tudod, akkor mégis költő vagy. Illetve már tulajdonképpen a gyerekem születése, a kislányom születése után is elkezdtem otthon, amikor többet voltam otthon neki ilyen hát ezek ilyen kis aranyos szösszenetek voltak olyanokat írni, aztán utána ilyen nagyon jöttek az ilyen lelkiválságosak, szóval olyan változó volt, és valahogy már ez az újságírás, hogy nem annyira, tehát azt éreztem, hogy nem csak ezzel szeretnék foglalkozni írás tekintetében, nem így szeretnék írni, máshogy szeretnék fogalmazni, máshogy szeretném átadni, ami bennem van, más szeretnék átadni, nem feltétlenül események, bármi ilyesmi kapcsán. És nem feltétlenül másról szeretnék írni, hanem azt, amiről úgy gondolom, hogy bennem van, de más is átélheti, vagy valahogy kapcsolódhat hozzá. És akkor jelentkeztem egy ilyen írókurzusra, amiből most már elég sok van. Én nem is azzal a szándékkal feltétlenül, hogy én költő legyek, hanem kreatív írást szerettem volna tanulni, hogy majd azzal feldobom az én szövegeimet, bármilyen szövegek is azok. És akkor ennek a folyamányaként lett aztán végül is az, hogy ezek egyre tudatosabbá váltak. Tehát ott kellett írni. Tehát ott nem volt az, hogy hát most akkor kaptunk feladatokat, kellett írni. Úgyhogy ez volt az egyik. A másik pedig, hogy valahogy úgy elértek hozzám ezek a dolgok, hogy apukám költő volt. Ezzel sem foglalkoztam eleget, úgy érzem, a méltó módon sokáig. Hogy ezt úgy komolyabban kezdtem venni mindenképpen.
Aztán jött ez a Pilinszky történet, hogy ugye ez is ilyen nagyobb nyilvánosságot kapott, hogy ő abban az albérletben lakott, ami anyukámé volt, vagy most is az övé a családunké. Én is laktam ott egy darabig, tehát Pilinszky ott töltötte utolsó egy évét. Tehát hogy ilyennyire közel volt tulajdonképpen, hogy abban a lakásban élhettem én is. Ennek nincs nyoma, de valahogy a tudat mégiscsak, hogy ez biztos, ez sem véletlen. Akkor időközben megismertem a páromat, Gelli Miklós Gábort, és tulajdonképpen ezek így mind tehát őszintén magyar tanár is, költő is, valahogy ezek úgy összeértek. És úgy nagyobb bátorságom lett ehhez az egészhez, talán ezt tudnám mondani, meg az ilyen pozitív visszajelzések, mint amilyen mondjuk a Noémi, vagy az Ildikóé. Ezek nagyon, tehát hogy azért van egy ilyen nagyon bizonytalan énem ebben a tekintetben is, és ezek mind olyan megerősítések, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy mondjuk ebben úgy biztosabb legyek. Hát biztos, hogy kell a pozitív megerősítés. De hát ezzel talán mindegyik költök így van a maga, nem is tudom. Bár nem tudom, de neked nagyon határozott rendezői elképzelésed volt. Ezt elmesélted legutóbb, mikor beszélgettünk, és tényleg döbbenetes, hogy te 17 évesen eldöntötted, hogy egy nagy színházban megrendezed az ember tragédiáját. Hát ez azért nem olyan gyakori, nem? Nem gyakori, de ezt nem tudom megmagyarázni, tehát ezt nem is nagyon tulajdonítom a magam érdemének, inkább ilyen magam mániájának tulajdonítom. Még arra reflektálva, amit mondtál, hogy nem olyan könnyű felnőni valakinek az árnyékában, szóval én abszolút megértem a bizonytalanságot, mert így első generációsnak lenni egyszerűbb. Tehát most, hogyha az én példámat veszem, nálunk senki nem volt rendező a családban, és valahogy ilyen ide nekem az oroszlánt is akarnoksággal mentem neki a világnak, hogy majd én megmutatom, hogy kell rendezni, mindegy, hogy mit, akkor éppen Madácsot, mert úgy gondoltam, hogy én vagyok az egyetlen ember a világon, aki helyesen érti Madácsot 16 évesen, úgyhogy akkor 17 évesen itt volt az ideje, hogy megrendezzem a tragédiát. De hogyha talán, fordítva mondom, hogyha rendező családban növök föl, akkor ki kell nőni valakinek az árnyékából, és akkor az egy kicsit nehezebb. Ildikó, hát itt nálad nagyon sokféle írás megjelent már a te életedben. Legkevésbé a szép irodalom. Az, ami, tehát én a fiókomnak próbálkoztam nyilván, napló, prózák, még versek is voltak, és egyébként a nem annyira nagyon messzi múltban, tehát nekem is hullámzóan, szakaszonként jön elő az, hogy hú, kéne írni, de nem feltétlen megmutatási szándékkal, de biztos vagyok benne, hogy azért az ember attól függetlenül, hogy tudja, hogy ezt nem fogom publikálni, mégiscsak van bennem egy ilyen megfelelési kényszer, vagy hogy, tehát értitek, tehát, hogy azt akár meg is mutathatnám valami ilyesmi, és akkor tudom, én kitaláltam azt, hogy megpróbálok én disztihomban írni, mert hát az mekkora egy, tehát milyen jó dolog ritmusban beszélni, és akkor ez egy ilyen jó szórakozásnak tűnt, és hihetetlen jó agytorna is volt. De nyilván bocsánat mindenkitől, aki a disztihont művészeti célokra használja, és én is úgy gondoltam, hogy azok kis versikék, de ez egy ilyen jó dolog volt. Nekem a feladattípusú írások, amik körülvesznek meg, amik jelen vannak, és egyébként irodalom, vagy hát magyar tanárként a kezdetekben ez nem így volt, én fiatalkoromban nem írtam, és az indítatás az tulajdonképpen a Táska Rádióval egy időben, vagy nagyjából abban az időben indult, amikor a rádió működésében több éven keresztül részt vettem, fantasztikus volt, és az hozta el ezt a fajta igényt, motivációt, hogy hú, olyan jó lenne a kommunikációnak egy más területét is megpróbálni, és tényleg egy óriási lehetőség volt, tehát az önkormányzat kommunikációs irodáján végül valóban kipróbálhattam azt, sőt, tehát írhattam és írtam is. És szerintem ez egy jó szakasz volt, és nagyon sokat tanultam, nem csak írni, hanem az ember ilyenkor egy csomó mindennel szembesül saját magával kapcsolatban is, nem csak olvasóként, hanem íróként is. Legyen szó egy tök egyszerű közleményről, vagy sajtóközleményről, tehát ez egy jó dolog volt. Ami úgy valahogy összefésüli az életem írásait, olvasásait, meg mindent, ami egy picit
picit így összefonódik az a szertartás vezetéshez kapcsolódó. Hát én kreatív írásnak hívom, de másképpen kreatív írás, mint a Judité, az is kvázi feladat, hogy rá kell hangolódni más emberekre, és akkor tényleg így a szunnyadó írói vénát belerakva, de mégis valamiképpen igazodva valamilyen forgatókönyvhöz, egyedit írni. Tehát akkor te minden egyes szertartáshoz megcsinálod a saját kis... Igen. Igen, nagyon írásaidat, mert hogy sokszor azt tapasztaljuk, hogy elmegyünk valahova, és akkor ugyanazt a szöveget végig hallgatjuk. Igen, igyekszem tartózkodni a sablonoktól, a közhelyektől, és ez borzasztóan jó dolog, és hát az a legjobb benne, hogy nyilván nem ez a fő vonulata az életemnek, tehát ezt így kezelhetem hobbiként, attól függetlenül nyilván borzasztóan fontos feladat, de talán így jó, hogy nem kell belőle, tehát nem kell mindennaposan csinálni. Igen. Uh-huh. Tehát meg tud maradni abban a kis, tehát azon a helyen, aminek én kezelem, hogy ez a szerelem munka. Igen, a szívem csücske, a szívem egyik csücske. Most itt nálad azért, mondjad csak. Igen, csak annyit akarok mondani, ez ötlött fel bennem, hogy nálam ez... Hogyha írok, az azt jelenti, hogy egy darabot megmutatok magamból. Szóval az ilyen feladattípusú írás az azért jó, mert el lehet bújni a személyiségnek mögötte. És ráadásul én ilyen líra, illetve drámaíró alkat vagyok. Na most ebből a dráma az nagyon jó, mert hogyha van egy téma, akkor ott nagyon jól ki tudod fejteni úgy, hogy akár még egy jó drámát is írsz, anélkül, hogy saját magadat nagyon föltárnád. A líra az igazából nem ilyen, és ezért én ott mindig valamiféle, hát mondjuk ki, hogy valamiféle szerepet játszok a lírában is, és ez a sokféle szerepszemélyiség közül leginkább ez az ironikus távolságtartó. Tehát, hogy ez az, amit én még elbírok viselni őszinteségből magamból, de hogy a líra az a terep, ahol pőrére lehet vetkőzni, és ott azok viszik sokra, azok alkotnak maradandót, akik teljesen levetkőznek lelkileg, értem nyilván. Hát én nem ez az alkat vagyok, nem ez az alkat. A prózáról pedig hát szó se essék, az nem az én területem. Úgy érzem, nem tudok megfelelően jó prózát írni ahhoz, hogy vegyem magamnak a fáradtságot, hogy prózát írjak. Tehát, hogy van egy elképzelésem arról, hogy milyen lenne az a jó próza, amit meg kéne írnom, és ehhez nekem nincs adottságom. Nekem egyébként nagyon tetszenek ezek az ironikus, kicsit én eltartott verseit. Tehát én pont ezt a kicsit fanyar, olyan, hát valahol sejtett téged nyilván. Szóval én pont ezt szeretem benne, és én is nagyon szeretem az iróniát. Tehát ez nekem is van olyan versem, de mások, mint a tiéd, igen. És prózát, tulajdonképpen én azzal kezdtem egyébként, ezt nem mondtam meg, talán annyira nem is fontos, de néha írok prózát is, tehát egy novellát, vagy ilyesmit. Még a Vár folyóiratban, a Vörös Mati Társaság Vár folyóiratában jelent meg régen, ezeket mutogattam meg még a Román Károly irodalmárnak, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek én, vagy Bakony Istvánnak, és valahogy aztán mégiscsak csak a versek jöttek elő úgy, mint első önálló kötet, valahogy így alakult. Az volt az előző gondolatom, csak hogy sokszor elhangzott nálad, de most már itt is, hogy feladattípusú írás, hogy ez mennyiben más, és hogy ugye mondtad azt, hogy te azért azt is szereted, meg hogy akkor nem kell annyira megmutatni az embernek magát, de hogy álltok ezekkel a kötelező jellegűekkel, mert hát azért az újságírónak például vannak olyan dolgok, amire hát nem választhatok, hogy most oda elmegyek és arról tudósítok, hanem az egy kötelező dolog. Nem tudom, nekem évek teltek el, mire azt gondoltam, hogy ezt a dolgot meg kell szeressem. És aztán valahogy megszerettem, és most már így élek benne, de valahogy az elején még ilyen fiatal újságíróként az nem ment, hogy de most akkor írjál erről, és akkor hirtelen úgy megijedtem, hogy de hát én ehhez nem is értek, hát miért kéne, hogy írjak erről? Aztán az ember rájön egy idő után, hogy hát azt azért még meg lehet írni attól függetlenül is, hogy értek hozzá, sőt, egy csomó mindent. Nekem az volt a szerencsém szerintem, hogy én nem nagyon fiatalon kezdtem azt, amiről te beszélsz, tehát én egy másfajta attitűddel álltam neki írni, én akkor már elfogadó és nyitott voltam egy csomó minden iránt,
Oké, nem kell mindent feltétlenül nagyon szeretni, attól még lehet benne jól működni, és jól lehet csinálni, és nem is tudom, soha, tehát tényleg soha nem merült fel. Nyilván voltak olyan témák, hát főleg témafüggő volt, amit az ember jobban szeretett csinálni, nálam legalábbis, amik közelebb álltak, meg voltak, amik annyira nem, de nem, soha nem éreztem nyűgét. De mondom, biztos azért, mert már, igen, már elmúltam 40 éves, mikor ezzel tényleg mindennaposan, munkaszinten, és csak ezzel töltöttem az időmet. Egyébként még az előzőhöz visszacsatolva csak röviden annyit, hogy azért volt egy olyan, én emlékszem egy olyan könyvtervre, amit egy barátnőddel együtt csináltatok. Na, az valami ilyen, nem, az nem egy ilyen szép irodalmi jellegű valami volt? Nem. Nem, hát az nem az én kezdeményezésem volt, és akkor megint itt én kaptam egy feladatot, de egyébként nem akarok ezzel így visszajönni, ezzel a szójátékkal. Hát az abból indult, hogy ketten nagyon jól tudtunk együtt gondolkodni, együtt beszélgetni, és azt gondoltuk, hogy ketten tudunk együtt írni is, és aztán ez a folyamat elkezdődött, hogy a játék kapcsán kvázi egy ilyen nagyon sajátos könyvet kitaláljunk, és sajnos abban maradt, de időnként az az érdekes, hogy rátalálok a laptopomon erre a mappára, és így beleolvasgatok, és azt mondom, hogy ezt még nem kell így lomtárba rakni, mert hát nagyjából ilyen pandémiás időkben szakadt abba az is, bár lehet, hogy még jobb lehetőség is lett volna írogatni, de valahogy megszakadt, nem feltétlenül véletlen. De az abszolút egy ilyen praktikus dolog, hogy az embereket, tehát az volt a lényeg, Ildikónak hívják a barátnőmet, Jerausek Ildikó, és ő azt mondta, hogy neki van egy fontos elmélete az emberek elégedettségét, boldogságát illetően, nem a sajátja, de ő ezt osztja, hogy a játékot vissza kellene valahogy csempészni a felnőtt emberek életébe is. És akkor ezen alapultak ezek a játékos szövegek egyébként. De kezdemény maradt sajnos, úgyhogy még be lehet fejezni akár. Jó. Igen. Oké. Elkérdés. Judit, nálad, mint újságíróként, hogy jelent meg ez a kötelező feladat? Igen. Egyébként most én tulajdonképpen úgy vagyok újságíró, hogy ez nekem már nem a főállásom, 3,5 éve szoktam még írni, mert hát nehéz abba hagyni. Tehát egyrészt annyira szeretek ilyenekről írni, mint egy jó színházi előadás. Többnyire a független csoportokról szoktam, hogyha sikerül elmennem. Tehát ahova odaérek, arról azért általában írok valamit, mert ismerem, akik alkotják ezeket az előadásokat, vagy egy irodalmi estről, és annyira jó átadni azt, ami elhangzik egy olyan embertől, aki tud mondani valamit tartalmasat. Ezt nagyon jó közvetíteni. Én tulajdonképpen kezdettől fogva ezt szerettem ebben, a kulturális részét. És ezért nem is éreztem talán annyira feladatnak. Jó, természetesen igen, és rengeteg, amíg napi szinten, ugye több mint 15 évig voltam napi szinten a Fejér megyei Hírlap újságírója, és mindenfélét kellett. Tehát lehet, hogy a kultúra volt a fő csapás, de kellett aznap elmenni gazdasági eseményre, akkor arról is kellett valamit, és tulajdonképpen a feladat az volt, vagy szóval azt kellett megtanulni, hogy tudsz úgy írni valamiről, hogy te abban nem vagy gyakorlott, nem vagy a téma mély ismerője, de mégis úgy add át azt a témát, vagy az eseményt, hogy abból egy értelmes szöveg legyen, és az olvasó valami képet kapjon arról. Aztán, hogyha szeretne, akkor majd jobban utána néz. Ennek ez volt így a feladat jellege. És egyébként verset is lehet feladatként írni, ugye ezen az írókurzuson Petőc Andrásnak például ezt gyakoroltam, én is, meg sokan. Lehet így is írni, most már inkább magam adok feladatot magamnak, tehát vannak ilyen témák a fejemben, hogy miket szeretnék. Ez néha így lehet, hogy furcsán hangzik, hogy lehet így verset írni, de lehet. És egyébként ez is munka, hogy felépíted, azt a szöveget is fel kell építeni valahol, azon túl, hogy mondjuk kapcsolódik egy mély belső megéléshez, de lehet, hogy csak egy jelenséghez, amit hirtelen láttál, de az elindít egy olyan gondolatot, amit nem biztos, hogy ott meg tudok fogalmazni, de akkor hazamegyek és megpróbálom. És akkor már ez mondhatom, hogy feladat, de ez megint egy olyan feladat, amit én adtam magamnak, és
és hogy ezt nagyon jól esik csinálni, ezen dolgozni. Nekem közben az jutott eszembe, nagyon érdekes volt, amit a Judit mondott, hogy minket Noémival még egy dolog összeköt, hogy mindketten ülünk a lónak egy kicsit a másik oldalán is, hiszen nem csak feladatokat szoktunk kapni, hanem adni is. Már jelenleg én éppen nem tanítok, de az is egy nagyon érdekes összefüggés, hogy az ember tanárként, főleg magyar tanárként ad néha szövegírós feladatot, és bevallom őszintén, hogy a legjobb élményeim közé tartozik, amikor olyan feladatot tudtam adni, amire a diákjaim, akár legyen ez olvasnivaló, akár írnivaló, amire ha csak egy olyan visszacsatolás érkezett, hogy ez jó volt. Azért nem, tehát hogy itt viszont van szerepe annak, hogy az ember mit választ, vagy hogy igen, te is tudod egyrészt milyen feladatot megoldani, másrészt pedig az, hogy olyat adj, ami élvezhető, amiben ki lehet bontakozni, meg ki lehet élni, írni valamit. Igen. Egyébként a számból vetted ki ezt ott, mert pont ezt akartam mondani, hogy hát a feladatosztás is a ti munkátok része. Te hogy éled meg, amikor egy-egy olyan írást olvasol, ami olyan tényleg kiváló? Vagy mindig csak ilyenekkel találkozol? Nem. Viszont azt is tudom, hogy van, aki később fog kibontakozni. Tehát van, aki egészen unalmasan ír gyerekkorában, és aztán valami lesz. Szóval ilyenkor én úgy vagyok, nyilván nagyon örülök az ilyen csiszolatlan gyémántoknak, de sok mindenből adódhat. Tehát akár egy eltérő nevelési igényű gyereknek a másfajta agy összetétele is létrehozhat olyan sziporkákat, amitől tapsikolunk az iskolában, és nem biztos, hogy ez valahova vezetni fog majd a felnőtt korában, és lehet, hogy egy kicsit középszintű dolgozatból vagy fogalmazásból lesz aztán valami. Úgyhogy én ezt a helyén kezelem, nyilván nagyon örülök a szép fogalmazásoknak. Nekem a feladatról most ugye az jutott eszembe, amiben benne vagyok naponta, hogy szóban kell megnyilvánulnom. És én alapjában véve, meg nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, van egy olyan típusú ember, aki nagyon szeret olvasni, esetleg írni is szeret, de azért beszélni annyira nem. És lehet, hogy ez most nem tűnik fel, de én ilyen vagyok. Én egy introvertált ember vagyok, aki nagyon jól el tud mélázni mindenfélén, viszont nehezen adja ki magát, ahogy ezt az előbb is említettem, viszont nekem ilyen TEDx-es előadásokat kell tartani óra rendszerint, és mindig nagyon frappánsan és közel kell hozni. Na, nekem ez a feladat, hogy ugyanúgy ez a fajta átállás, ami az újságírásban is megvan. Ugye a tanári pályán is ott van, hogy most 5., most 12., most egy olyan osztályban, ahol több értőfül van, most egy olyanban, ahol pont nem érdekli őket az irodalom, most éppen lírát tanítok, vagy drámát, vagy mit akarok elérni, hogy mit szeressenek meg. Lehet, hogy éppen fasírtban vannak velem, tehát, hogy már eleve nem úgy hallgatják, amit mondok. Most audiovizuális legyek, vagy klasszikus legyek. Szóval, hogy nekem ez rengeteg feladatot ad. Én egyre kevesebb feladatot adok a gyerekeknek, azt is hozzátenném, mert hogy én ilyen megértő ember vagyok, és tudom, hogy a házi feladatok ideje lassan lejár, és ezért nagyon megfontoltan szoktam feladni ilyen feladatokat, amik elmélyedést kívánnak, mert nagyon sok ilyen férc munkát kapok, hogy jó, aztán odaír nekem valamit, akár másfél oldalban is, de egy picit se mélyült el a feladatban, mert nincs neki ennyi vegyértéke, hogy ezzel foglalkozom. Úgyhogy nekem ez jutott hirtelen eszembe a feladatról. Ilyenkor, amikor ilyen jól elbeszélgetünk, akkor jut eszembe, hogy az 50 perc az nem annyira elég erre a műsorra. Úgyhogy most azt a részét a műsornak egy picit át fogjuk ugorni, és majd remélem egyszer lesz erre még lehetőségünk, hogy beszéljünk, hogy az életutakat átvegyük, hiszen azért valamennyire bele is mentünk egy picit, de még van azért egy-két kérdés, amit még szeretnék megbeszélni. Mert hogy nagyon fontos az, amit az elején is mondtam a műsornak, hogy ti próbáljátok átadni azt, ami bennetek van, ugye a fiatalabb generációnak is. Ugye most nálad is, hogy említettük, hogy próbálod az olvasást megszerettetni a gyerekekkel. Ugye nálad jelen van az, hogy az írást mondjuk a fiataloknál. Meg hát itt is ugye jelen van, és hát pedagógusok is vagytok. Hogy mit gondoltok arról, hogy a mai fiatalok mennyire mozgathatók meg így az irodalom terén? Mondjuk
az, hogy van egy ilyen kiváló diák színpad, és tényleg nagyon jó darabokat rendezel és láthatunk, az azért azt mutatja nekem, legalábbis a ciszteriskolát tekintve mindenképpen, de szerintem a városi diákságot is mostanában, hogy azért nem annyira elveszett dolog ez. Én azt látom. Főleg azért is, mert ugye nagyon sok olyan városi rendezvény is van, amiben nagyon sokan bekapcsolódnak, ugye, így a diákság részéről. Régen talán a mi időnkben nem volt ilyen. Szerintem addig, amíg feldobjuk a labdát, addig ez élni fog. És hogyha tovább adjuk a következő nemzedéknek, akkor ők is tovább fogják adni. Én ebben bízom, hogy mindig lesz egy... Ez egy réteg műfaj, azért tegyük hozzá most, hogyha a versekről beszélünk. De hát egyre inkább ilyen struktúrált lesz a társadalom. Nagyon sok minden él egymás mellett. Ez a mi felelősségünk, hogy az irodalom és az úgynevezett magasabb kultúra is éljen, és hogy éltessük, hát ebben tudunk mi valamit hozzátenni, egy kis szalmaszálat. Egyrészt én úgy találkozom a fiatalokkal, de én nem lettem tanár, amit én már egy kicsit megbántam, de azért néha hallom, hogy mivel küzdködnek a tanárok, akkor annyira most így mégsem, de azon keresztül tudok kapcsolni a fiatalokhoz, hogy a Vörös Marti Társaságon belül elindítottunk egy Vörös Marti Kuckó nevű irodalmi csoportot. Ez 2 éve, most februárban lesz 2 éves, ezt meg is fogjuk majd ünnepelni valami módon. És ott 10 évesek, középiskolások jönnek leginkább, a Ciszterből is egyébként. Lőrinc Tamás küldte őket tavaly, volt a kapcsolat, meg te is tulajdonképpen, Noémi, és ő rajtuk, akik oda jönnek, én egészen egyszerűen csodálom tényleg, hogy havonta egyszer szakítanak a rengeteg a házi feladatok, az edzések, a tanulás, a családi dolgok mellett arra, hogy eljönnek, és másfél órában ők egymás szövegeit beszélik meg, úgy, hogy felolvassák a sajátjukat, és akkor aki szeretne, az véleményezi. Én is szoktam róla mondani egy-két dolgot, P. Maklár Évával vagyunk ennek a körnek a vezetői, de Gál Csaba is el szokott jönni, ő is nagyon lelkesen foglalkozik ezzel, ezekkel a fiatalokkal, szereti hallani, hogy miket olvasnak fel, de akár Ildikó is bejöhetett, akik úgy érdeklődnek irántuk. És én rajtuk azt látom, hogy ez egyáltalán nem elveszett dolog, mert hogy mozgatja őket, és az leginkább, ami róluk szól. Tehát, hogy ők magukról, ez óriási sokat jelent nekik, hogy ők magukról beszélhetnek, megoszthatják az ő kis bánataikat, ami foglalkoztatja őket, és ezt egy olyan formába próbálják önteni, tehát, hogy vagy egy vers, vagy egy próza lesz, és meglepő jó alkotások is szoktak születni egyébként. Meg még csak annyi, hogy tehát az olvasó részét is látom most egy ideje, mert május óta dolgozom a Vörös Marti könyvtárban, és ott meg a gyerek részlegen látom, hogy egyáltalán nem tűnik elveszett ügynek az olvasás, az irodalom, mert többnyire nem verses köteteket kölcsönöznek, de nagyon sok fiatal jön olvasni, és tényleg leülnek, ott töltik az időt azzal, hogy olvasnak helyben is, meg olyan könyveket visznek ki 10-esével, nem tudom, 5-ösével viszik ki, még a kötelezők mellett is. Szóval, hogy valahogy ez úgy tényleg úgy olyan reményteli. Hál' Istennek. Ildikó? Még Noémi akart. Igen, hirtelen, bocsánat, az jutott eszembe, hogy nálunk a ciszterci, most hirtelen, hogy is hívják őket, Média Centrum, igen, CMC, és felfutóban van, és rendkívül jó műsorvezetőink vannak, ezt őszintén mondom, tehát ilyen őstehetségek is vannak közöttük, és lenyűgözött, amikor a srác így teljes természetességgel fűzi a mondani valóját, a műsorvezető srác, és egyszer csak így hopp, egy Berzsenyit idéz, és nem volt snassz, nem volt, a többiek is megdicsérték, hogy hát ez tényleg a közelítő télből, ó, a szárnyos idő hirtelen elrepül, és így végigmondta a gyerek, és én így maradtam a kamera előtt, és hát a képernyő előtt, hogy most mi van? Szóval nem reménytelen.
Hát a remény szóba kapaszkodnék én is, meg nyilván az embert azt tüzeli pedagógusként, meg van egyfajta feladat, vagy küldetéstudat, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Tehát én is folyamatosan úgy érzem, hogy igen, ezért érdemes, de én nem látom azért annyira rózsásnak általánosan azt a helyzetet. Tehát amit mindketten mondtatok, hogy van egy szűk réteg. Hát szűk réteg, igen. Valószínűleg az egyébként. De valószínűleg egyébként két különböző dologról is érdemes beszélni, mert akik a szép irodalmat élvezik, meg olvassák, azok valóban egy szűk réteg a fiatalságon belül, de azért van egy általánosabb érvényű olvasni szeretés, ami, vagy egy olvasni tudás, vagy szövegértés, amit meg szerintem igazán jó lenne, hogyha egy kicsit visszahoznánk, vagy hogy mondjam, máshogy és jobban működne, mert ugye a gyerekek nagy része, az én tapasztalatom az, hogy csak olyan dolgot csinál szívesen, aminek van haszna. Kapok érte 5-öst, vagy mi lesz ebből? Jó, most nem akarom ezt elviccelni, de valóban ez úgy látszik, és mindenféle más bölcsészethez kapcsolódó tudományt vagy tevékenységet azzal fémjeleznek, hogy haszontalan, és hogy is mondjam, tehát ez egy nagyon rossz irány szerintem, és én azoknak az embereknek a véleményét osztom, akik valóban azt mondják, és nem kell feltétlenül ezt szó szerint venni, de hogy az embert a nagyobb globálisabb problémáktól, meg a mindennapokban is valójában azért a bölcsészet, meg a humán területek ki tudják húzni. Természetesen én STEM párti vagyok, és szükség van a természettudományok művelésére, de valójában szerintem nagyon szűk az a keresztmetszet, amit a mai gyerekek ilyen leterheltség mellett, amit egyébként az iskolában kapnak, nem a ciszterben, hanem úgy, ahol amúgy mindenhol, tehát ami le tudná őket csendesíteni, és oda vezetni, hogy olvassak a saját örömömre. Meg egyébként ez is, és visszakanyarodva a legelső dologhoz, hogy ez lehet, hogy csak egy eszköz, de attól még lehet élvezni. És szerintem, tehát számomra például az egyik legégetőbb hiányosság a mindennapjaimban, szabadidőmben az, hogy amiért nem olvasok, mert nincs időm, nincs olyan nagyon sok időm a magam kedvére olvasni, nem pedig feladatból vagy írni, az, hogy ezt elvesztettem, ezt a fajta dolgot, hogy bele tudok feledkezni, és ez így lelassít. Pedig erről ez is egy óriási trend, nem? A mindfulness, meg a nem tudom én, ez a slowly reading, és nem tudom, mindenféle kezdeményezések vannak. De hát, tehát lehet, hogy meg kéne fordítani, hogy nem az olvasást megszerettetni, hanem terápiásan is olvasni, vagy olvastatni. Azt gondolom, hogy ha a tanár nem utáltatta meg az irodalmat, akkor el fog jönni az az időpont, amikor egyszerűen szükséglet lesz, hogy levegyen egy verses kötetet, és jellemzően verseket olvasnak felnőtt korukban, amikor hirtelen légüres teret éreznek érzelmi szempontból, padlót fognak az emberek, vagy ilyesmi, akkor nem egy regénybe szoktak menekülni, hanem egy versbe. És erről viszont már van visszajelzésem is, hogy felnőtt volt tanítványok, hogy nem gondolta volna, hogy eljön az az időpont, hogy ő verses kötetet vesz a kezébe, de bizony érezte, hogy neki arra van szüksége. Úgyhogy lehet, hogy nem a gyerekekben kell már a termést figyelgetnünk, hanem a majdani felnőttekben. Hát akkor a kedves nézőknek mondom, hogy fel van adva a lecke, és én azt gondolom, hogy most megkaptuk az útravalót a műsorból ahhoz, hogy tudjuk, hogy hova kell fordulnunk, hogyha esetleg még nem tettük meg azt, hogy eleget olvasunk, de mondjuk lelkileg szükségünk van erre, hogy akkor olvasgassunk, vegyük elő a verseket, akár Bokros Juditét, Ferenczi Noémiét, és hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Adjatok nagyon sok értéket még, nem csak a fehérváriaknak, hanem úgy globálisan mindenkinek, és hát majd várlak egyszer szeretettel vissza titeket. Köszönjük szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok Nézu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.